Szabadkán egyeztetett Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Pásztor Istvánnal, a VMS elnökével. A két politikus közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy folytatódik a vajdasági gazdaságfejlesztési program, illetve a Belgrád-Budapest gyorsvasút építése is. A Szabadka-Szeged vasútvonal pedig még idén elkészülhet. A magyar kormány továbbra is támogatja a szabadkai Szent Teréz székesegyház felújítását. A tervek szerint 7 és 10 millió euró közötti összeget biztosíthatnak a munkálatokra. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Pásztor István kíséretében bejárta az épületet, és megbeszéléseket folytatott Szlávko Vecserin szabadkai megyés püspökkel. Szergej Lavrov szerint valódi veszély van a harmadik világháború kitörésére. Az orosz külügyminiszter már korábban kijelentette, hogy a nyugati fegyverek Ukrajnába szállítása azt jelenti, hogy a NATO lényegében háborút folytat Oroszországgal. 60 vajdasági gyümölcs, mogyoró és komlótermesztő kap támogatást jégvédelmi rendszerek telepítésére és az ültetvények körbekerítésére. A befektetések összértéke 107,9 millió dinár. A tartományi mezőgazdasági titkárság 53,8 millió dinárral támogatta a termelőket.